A Megye Határ című magazin műsor keretein belül kötetlen beszélgetést folytatunk a térségünkben élő, különleges személyekkel. Ez alkalommal Jakab Tiborral beszélgettem, egy Hevesben élő természetfotográfussal. A természetfotózás a cél, és nem az eszköz. Alkotói tevékenységét és művészetét így jellemezte. Ezzel a kijelentéssel még kíváncsibbá tett, hogy valójában ki lehet a fotók alkotója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen, boldogan jöttem. Mi a véleményed? A mai kor embere hogyan viszonyul a természethez? Milyen kapcsolatot ápol vele? Mivel nap mint nap találkozunk ezzel a problémával, tehát a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, és a tévé is mindig foglalkozik vele, ökológiai problémáról beszélnek, stb. Tulajdonképpen megindult az embereknek a érdeklődése a természet felé. Hogyan kerültél kapcsolatba a természetfotózással, mióta fotózol? Tulajdonképpen bontsuk szét, mert a fotózás és a természet ugye egészen más dolog. 10 éves koromban kezdődött ez az egész őrület, mai napig tart, és ez tényleg őrület, mert hogy 10 éves koromban az édesapám megtanított laborálni. Tehát ezt most úgy kell elképzelni, hogy a fekete-fehér laborálásról van szó. Ennek van vegyszergőze, itt ez egy varázslat tulajdonképpen. A kép a saját szemed láttára jön elő, tehát mindig valami teremtő dolog. Tehát, és azok az emberek, akik úgy gondolom, hogy valamit létrehoznak, mindig tovább élnek egy picivel, mint akik semmit nem csinálnak. Én legalábbis reménykedem ebben. Szerinted maga a természetfotózás az a művészeti ágakhoz tartozik? Mivel azt fotózod le, amit látsz, tehát ez kicsit hasonlít a realisztikus festészethez. Mi a művészi értéke ennek, és abba tartozik-e egyáltalán? Nagyon nehéz válaszolni rá. Én szerintem persze a természetfotózásnak vannak olyan ágai, ami olyan kicsit a mai szemmel nézve ilyen elvont művészi. Tehát ezek a multiexpozíciók, a bemozdulásos képek, tehát ami ilyen nagyon lágy vonalakból áll, vagy nagyon kemény vonalakból áll. Tehát az a lényege, hogy tulajdonképpen én, mivel egy kicsit, hogy is mondják, elfogult vagyok, én azt mondom, hogy a természetfotózás az egy művészeti ága a fotózásnak, mégpedig azért, mert nagyon sok mindenki képtelen erre. Tehát nagyon sok mindenki hiába fotózik, egyszerűen nem képes természetfotóssá válni. Az is nagyon érdekes dolog, hogy ki a természetfotós, és ki a természetben fotózó. Ez is nagyon fontos. Tehát, hogyha természetfotózást nyilvánítsuk, én úgy gondolom, nyilvánítsuk művészeti ággá, mert igenis közöl valamit, érzelmeket, nagyon ritka pillanatokat ábrázol. Ugyanúgy, ahogy a festő leül, és egy vászon előtt elképzeli azokat a dolgokat, nekünk ugyan van miből dolgozni, úgymond, de nagyon nehéz azokat a pillanatokat megfotózni, amik igazán kifejezőek esetleg. És azzal esetleg előrébb viszük mondjuk a környezetvédelmet, ha már előbb beszéltünk róla, ami nagyon fontos nekünk. Miért pont ezt a területet választottad egyébként? Tehát fotózhatnál portrékat, embereket, rendezvényeket, bármi egyebet. Mi volt a te személyes kötődésed ehhez a természet témához? Én nagyon szeretem a kihívásokat. Tehát ha túl egyszerű valami, tehát valamit megszerezni például, bármilyen olyan tárgyat, egy nő szerelmét például, tehát nekem olyan feleségem van, akinek rettentő nagy kihívás volt őt meghódítani tulajdonképpen, és ebből szerintem az állandó küzdelemből nekem ez maradt, hogy a természetfotózás is egy ilyen nagyon megfoghatatlan volt a számomra, amikor elkezdtem, mert hogy igazából mind felszerelés igénye, mind lelki igénye, mind kreativitásban, tehát minden olyan ágat összesít, én úgy gondolom, egy ilyen nagy egyveleget kell létrehoznunk, hogy jó természetfotót készíthessünk, alkothassunk. Csak mondok egy pár dolgot. Például úgy kell mozognunk a természetben, mintha vadásznánk. Úgy kell rejtőzködnünk, mintha katonák lennénk.
olyan felszerelésünk van, mint a vadászoknak, olyan felszerelésünk van, mondjuk, mint az amerikai sznájpereknek, hogy teljesen beolvad a környezetben, ezeket mind be kell szerezni, vagy pedig saját magunk csináljuk. El kell érnem azt, hogy teljesen a vad ne láthasson meg például, ne szagolhasson ki, ne hallhasson meg. Tehát, és ne hallhasson meg, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen nap mint nap ugyanazt a verebet, madarat fotózhatom újabb és újabb viselkedésformákban, ami nagyon szép és nagyon jó dolog. És úgy, hogy nem ártok neki. Ez egy nagyon fontos dolog. Tildi Zoltán írta le annak idején, hogy a természetfotós ne ártson. Te magad hol tanultad ezt a szakmát? Autodidakta módon, vagy iskolába jártál, vagy csak apukádtól? Nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezt ugye 10 éves koromban elkezdtem, és akkor úgy, mint minden gyerek, ez ilyen feljött időnként. Tehát ilyen fél évente feljött, akkor én bementem a laborba, és elkezdtem. És mindig tanult az ember valamit, és egyébként autodidakta módon, tehát hogyha, mert az édesapám elköltözött egy Pécsre például, és utána nem tudtunk minden nap kommunikálni, akkor még nem volt e-mail, meg Facebook, meg mit tudom, micsoda. Gyakorlatilag akár fél évente találkoztam vele egyszer, akkor megtárgyaltunk dolgokat, de mivel ő az, amit tulajdonképpen megadott, az a könyvek voltak. Tehát a fotós könyvek, és ez egy nagyon fontos dolog. Volt egy fotós zsebkönyv, ami, ha jól emlékszem, 40-szer vettek el, mert órán is olvastam, és direkt már sportoltam, hogy legyen beírás, tehát, hogy kivette el. És akkor, mikor így kinyitottam hátul, akkor tudtam, hogy ez a Faragó tanár úr, vagy Forgó tanár úr, a Herceg tanár úr, stb. Megmondom őszintén, hogy volt néhány költözésem, és nem tudom, hogy hol van ez a könyv, de megmutatnám nagyon szívesen, mert ez egy óriási sztori. Majd később, mikor ugye leérettségiztem, akkor én már jelentkeztem a fotósuliba, Debreceni 127-es szakmunkásképző intézetbe, és akkor gyakorlatilag már akkor minden volt, mert én már akkor eldöntöttem, hogy én nekem nem is kell tanulni, mert én fotós leszek, és azt tanulom, amit szeretek. És valóban így volt, hogy mikor oda kerültem a fotós iskolába, gyakorlatilag addigra már nagyon keveset tudtak rajtam csiszolni. A természetfotós szerinted kinek készíti a műveit? Hát elsősorban magának kell. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy magának kell. Mert hogy az egy, na például egy érdekes dolog, ha valaki ismeri a fényképezőgépeket, és nekem ugye tükörreflexes fényképezőgépeim vannak, ami azt jelenti, hogy a expozíció előtti pillanatban, tehát a valós expozíció előtti pillanatban egy tükör felcsapódik, és nem látom tulajdonképpen azt a pillanatot, amit exponálok. Csak később a képen jelenik meg. Na most, hogy ezzel mennyire lehet megküzdeni tulajdonképpen egy leshelyen, amikor egy szenzációs pillanatot elkap az ember, hát nagyon szívesen ordítanék akkor, megmondom őszintén, és volt egy kép az életemben, ami talán úgy néz ki, hogy megismételhetetlen, mert már tehát hasonlót sem láttam. Egy sárga rigó jön ki a vízből. Egészen a víz színén van, például ez a pillanat onnét van fotózva, és ilyen nagyon-nagyon csíkos az előtér, hogy a vízcseppeknek a csíkei látszódnak. Fantasztikus dolog. Én akkor, mikor lefotóztam, és megláttam, akkor volt elég időm, úgymond, hogy kikiabáljam magam. Én rohantam föl a partoldalon, és ordítottam, és örültem, mert hogy ez egy ugyanolyan sikerélmény, mint amikor egy magasugrásba átugorja az ember a 1.90-et mondjuk, az egy ugyanolyan csodálatos élmény, mert a saját erőből, tehát az a saját self-fund technikával tulajdonképpen megalkottad azt a képet, amit egyébként soha senki nem látott, és valószínű, hogy te magad sem fogod még egyszer látni. Hát ez valami eszméletlen dolog. És akkor el kell képzelni azt, hogy így beüt, látod, hogy ott van, és rohantam föl, és pont ott volt a tó tulajdonosa, a Nagy Imre, és azt mondta, hogy hát Tibor, gratulálok. Úgyhogy én, mivel ugye ő a tulajdonos, ezért meg is ajándékoztam ezzel a képpel. Hát megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy ezt soha nem fogjuk, mind ketten nem fogjuk elfelejteni, az biztos. Ez volt a legkiemelkedőbb pillanatod, amit átéltél természetfotózás közben? Én úgy gondolom, hogy ez volt a csúcs. Tehát, hogy ezt tényleg szemmel követhetetlen pillanat, a maga madár, egy ritka pillanatot, nem is, bocsánat, egy ritka mozdulata, ritka viselkedésformát sikerült megörökítenem.
Csodálatos. Tehát ez egy tényleg egy olyan felemelő érzés, ami mondjuk egy Oscar-díjjal, tudom, hogy nem lesz soha Oscar-díjjal, mert nem érdekel ez az egész, de valami ilyesmi lehet, hogy megkapta az ember a saját lelki Oscar-díjat. Említetted azt, hogy félni nem szoktál odakint, maximum az emberektől, orvadászoktól. Akkor ez volt a legfelemelőbb pillanatod, amit az előbb említettél. És legviccesebb esetleg, létezik ilyen kategória, hogy állati csíny? Mostanában, hát állati csíny érdekes dolog, az egyik ilyen, hát vicces, félig vicces, félig undorító, igen. Feküdtem itt a 60-i cukorjai, a Kincsem-tóban, így mocsárban feküdtem, és azt kell tudni, hogy minden évben ugye a békák beindulnak, tehát jönnek párzani, és hát ez egy ilyen nagyon gyorsan feljtható lest kell elképzelni, ilyen fél kukac. A gyerekek szoktak ilyen bebújkálni, meg a kutyákhez egy fél kukac, én szoktam varni is például, ez is egy nagyon fontos, hogy én állítom elő ezeket az eszközöket, és mikor ugye leraktam a leshelyet, ez még, ugye, még január végén volt, és jött a párzási időszak, és akkor én befeküdtem a lesbe. És csak annyit vettem észre, hogy ugye hajnal, vagyis ez pont úgy volt, hogy esteledett, tehát már naplemente volt, és egyszer csak a lesben, mai napig nem tudom, hogy 20-25 pár béka. Tehát először csak annyit vettem észre, hogy nyomja valami a derekam. És így hátra nyúltam, és így megfogtam egy párzó békát, hát azért annyira nem izgalmas, hogy egy párzó béka, letettem. És utána ugye, hogy ment le a fény, egyre sötétebb lett, egyszer csak így megindultak. Hát úgy nézett ki, hogy a lesben például a polifóm, mert azért annyira nem vagyok bolond, hogy sima puszta földre feküdjek, a polifóm alatt olyan jó klímát találtak tulajdonképpen a békák, hogy rengeteg volt, tehát ilyen 20-25 pár béka indult meg. Ezek nagyon nagy élmények egyébként, úgyhogy szédületes. Mi volt a legtöbb idő, amit egy jó fotóra vártál a lesben? Igazából ez nagyon érdekes, ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt is felszokták tenni, hogy mennyit kell ezzel foglalkozni. Hát kérem szépen, nem az a lényeg, hanem az, hogy milyen körülmények között van. Tehát mert hogyha mínusz 16 fok van, akkor egy óra is nagyon sok. De inkább ezt lefordítom, hogy a legkeményebb az 12 óra volt mínusz 10 fokban. Van egy képem, amikor egy egérészöv úgy néz ki, mint egy karikatúra. Teljesen annyira tiszta nedves lett a tolla, hogy ilyen szálanként áll a tolla, és ez olyan, mintha egy karikatúra jönne létre a madárról, és akkor az a gyónos eső volt, az kellemetlen volt. De igazából megajándékozott egy csodálatos képpel. Véleményed szerint milyen lelki, fizikai adottságok kellenek ahhoz, hogy valakiből jó természetfotós legyen? Nézzük a lelki adottságokat. Először is nagyon fontos, hogy az elhatározás. Tehát, hogy én mindenképpen kibírom azt a mínuszt, kibírom azt a nagy hő ingadozást, kibírom a párát. Tehát ilyenkor és lemondás. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy a természetfotósnak sok mindenről le kell mondani ahhoz, hogy sikeres természetfotós legyen. Úgy tudom, hogy fontos eleme az életednek a fotós oktatás. Ez hogyan került az életedbe? Mióta csinálod? Nagyon egyszerű, mert sokszor, tehát maguktól jöttek. Tehát például volt, aki felnőttként jött oda hozzám, hogy ő természetfotózni akar, és akkor elkezdett. És volt egy nagyon gyöngyösi fotós cimborám, sajnos már meghalt Adamik Miklós, és ő is annak idején jött, hogy gyerünk együtt, fotózzunk együtt, tanuljunk együtt. És ez egy nagyon fontos dolog, mint tudjuk, mondjuk a lesezésnél két ember már sok, viszont hogyha egy makrózásról van szó, vagy felmenni egy nagyon szép patakra, mondjuk a Mátrában, akkor az már jó, ott lehet beszélni róla. És nem is vagyunk egyedül, eltelik az idő, általában kellemesen, és akkor lehet közben tanítani. Mostanában megint elindítottam a szakkört, nevesen itt a műfázban indítottam egy szakkört, és most egyre többen vagyunk. Például tegnap jelentkezett egy plusz két fő, hát majd meglátjuk, hogy
tűrnek el, mert hát azért engem el kell viselni is ehhez. Szelektálod a tanulóidat, vagy pedig bárki jöhet, aki kedvet érez magában? Megvan a magam veszélye oktatóként, mert hogy nálam azért vannak rendszabályok. Tehát itt az illemszabályokat be kell tartani. És nem mondom azt, hogy tipikus tanár lennék, mert én soha életemben nem tanultam pedagógiát, de tudjuk a helyünket, tehát hogyha valaki tőlem akar tanulni, akkor az ismerje meg a pozícióját, hogy hogy van, szakmailag, ez nagyon fontos, és hogyha a hülyeségeket beszél, akkor megkapja a magáét. Emberileg is nagyon sokat szoktam rajtuk fejleszteni, hogyha valakin nem sikerül, akkor viszont haladéktalanul ki tudom rúgni, mert ingyen tanítok. Miért ingyen csinálod ezt? Hát ez egy nagyon... Nem tudom. Szerintem, amit ha belegondolunk, hogy valakinek van ilyen, hogy Isten áldott a tehetsége, akkor azt az Istentől ingyen kapjuk, mert az Isten... Nem vagyok vallásos, nehogy félreértsük a dolgokat. Tehát van egyfajta vallásom, egy ilyen elég földhöz ragadt, inkább a természethez köthető vallás. Nincs is temploma, tehát én nekem a természet az Istenem. De hogyha valaki megkapta ezt az Isten áldott a tehetséget, akkor az ingyen van, mert ingyen adja a természet, és ingyen adja az Isten, és azt ingyen kell továbbadni. Hogyha valaki szeretne elkezdeni fotózni, mi az az alapgép, amivel mehet mondjuk a te oktatásodra, illetve... Nem, tükörreflexes. Tehát tükörreflexes, bármilyen objektív. Azért, tehát a váz az fontos, mert ha Nikon, ha Canon, mindenki van. Ugye, mert ez itt most egy sarkalatos kérdés. A Nikonosok nem szeretik a Canonosokat, és fordítva. Na most én nálam ez egy nagyon zűrzavar dolog, mert a mögöttem lévő gép az Nikon, de én Canonnal fotózom, hogyha makrózom. Mert mindig, hogy van, hogy gombhoz vesz az ember kabátot. Tehát előbb volt meg a Nikon objektív, amit egy Canon géppel használtam, egy átalakító gyűrűvel. Nem mesélnék róla többet. Nagyon nehéz, ugyanis nincs autofókusz, nincs beugró rekesz, stb. Ezek ilyen szakszövegek. Tehát kézzel kell télességet állítani, ugyanakkor a rigó, ami kijön a vízből, az ugyanezzel a módszerrel készült, kézzel állított élességgel, úgyhogy engem nem hátráltat. És akkor a csapaton belül van, akinek Nikonja van, van, akinek Canonja van, és tudjuk cserélgetni az objektíveket. Van egy srác, sajnos most Sonya van, és ő teljesen magányos, mert ő neki nincs lehetősége arra, hogy cseréljük az objektívet, úgyhogy, de egyébként őnek is segítünk, ahogy csak tudunk. De jó. Egyébként egy nagy poént szokott lenni ez a Nikon-Canon párharc. Mindegyik nincs lényege, mert az a lényeg, hogy ki van mögötte, a gép mögött, az üveg mögött. Ha mondjuk egy alapobjektíve van valakinek, és egy sima tükörreflexes gépváz, akkor az már belekezdhet ez? Teljesen jó. Persze. Persze, mert hogyha tud olyan trükkökről, hogy például egy alapobjektív elé egy szemüveglencsét bevágunk, akkor már tudunk makrózni. Akkor már makrózni tud. És a makró élmény, vagy a makró élet, az sokkal gazdagabb, mint a madár élet. Tehát mit tudom, a madárból most nem akarok hazudni, és nem vagyok szakértő, 250 faj van mondjuk Magyarországon. De makróból, hát csak hangyából van, vagy 20 féle. Tehát, és akkor még nem beszéltünk a poloskákról, nem beszéltünk a kérészekről, nem beszéltünk a lepkékről, a pillangókról, éjszaka, ha egy lámpát felkapcsolunk éjszaka, láthatjuk, hogy mennyi rovar van. Most ott képzeljük el, amikor itt több 100 faj jelenik meg egy éjszakai, mondjuk egy higanygőz lámpánál. Csináltam egy olyan eszközt, feltaláltam tulajdonképpen, megálmodtam. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogyha még belefért, miért ne férne bele, hogy éjszaka 2-kor felébredtem, és úgy gondoltam, hogy, vagyis azt álmodtam, hogy létrehoztam ezt az eszközt, ami egyébként 1 millisekundum a késedeleme. Tehát azt kell tudni, hogy egy fényképezőgép, amikor felcsapja a tükröt, a valós expozíció létrejön, az 55 millisekundum, 45 és 55 millisekundum között van.
Na most, ez az eszköz egy millisekundra csökkenti az egészet, és annyi volt az egész, hogy éjszaka nagy septébe lerajzoltam. Tehát úgy lerajzoltam azt az egészet, és persze reggel, mikor felébredtem, már semmire nem emlékeztem. Tehát ez ilyen, hogy mondják, ez ilyen rémálomszerű dolog volt, hogy van, amikor emlékszünk rá, van, amikor nem. Na most megnéztem azt a papírt, és akkor úristen, milyen hülyeségeket rajzoltam ide. És ugye derengett valami, és mikor az ember összerakja az agyában, tehát az eszközöket így összeraktam, és akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag ez egy millisekundum, vagy nagyon gyors expozíció. Bementem a műtermembe, akkor még volt műtermem, megépítettem, pár perc alatt meg lehetett építeni, és akkor egy vízcseppel. Lézersugár és a vízcsepp, és azt kell elképzelni, hogy a vízcsepp pont ott, ahol a lézersugár volt, ott exponált. És akkor ez utána a fizika tanárral megbeszéltük, kiszámoltattam egy millisekundum. És akkor mostantól kezdve például tudok olyat fotózni, hogy ugró egér, ugró béka, ugró sáska, beérkező cinege, azokat a fotókat, amiket egyébként átlagos kézzel sem lehet megfotózni. Érthető? Akkor egyedül te tudsz ilyet csinálni? Hát vannak még Magyarországon, van egy pár srác, ők már analóg időszakban egész jó fotókat csináltak, de mivel azok az analóg gépek alkalmatlanok ilyenre, ezért már nem is használják, mert ugye DIA időszakban nagyon sok jó ilyen kép készült, hát 4-5 emberről tudok, aki rettentő jó képeket csinált ilyen időszakban, de már digitális technikára ugye nem lehet. Viszont azt is tudni kell, hogy amikor kitaláltam ezt az eszközt, akkor naponta 4-5 képet tudtam csak csinálni. Ma ott tartok, felfejlesztettem, hogy akár a kártya egész terjedelmét, tehát akkor egész nap várja a akcióra éhes madarakat, rovarokat. Tehát nagyon szép, amikor nagyon szép, ilyenkor van az, hogy ugye kipróbálni, és akkor éles bevetés. És Flóra lányommal, meg a nagyobb lányommal elkezdtük csalogatni a darazsakat. Mert a darazsat elég könnyű csalogatni, tehát nem kell hozzá semmi, mit tudom én, körtét, szőlőt összeturmixol az ember, kis élesztő, méz bele, és akkor ezzel nagyon jól lehet csalogatni a méheket, meg darazsakat, és kifeszítettük fölé a lézert, és utána azt kell elképzelni, amikor a lódarázs megérkezett, és mi simogattunk lódarazsat, mert hogy annyira evett, hogy ugye lódarázs, és a lódarazsat is lehetett fotózni. Eszméletlen érzés. Mennyi idő alatt lehet szerinted megtanulni természetfotózást csinálni? Ma, amikor a digitális technika van, és a YouTube-ról van egy csomó felvétel, és hogyha van elég pénze, mert itt maradjunk annyiban, hogy ez egy elég pénzügyi sport. Én magam egyébként sok használt termékkel foglalkozok, sőt, olyan termékkel is foglalkozok, amit ilyen háziag eszkábálok össze, stb. Meg magam varrom a cuccaim, de hát ez egy nagy élmény. Mindegy. Tulajdonképpen, ha minden megvan, pénzparipa posztó, akkor most már csak az idő kell, és hogyha időből sok van, akkor meg tud tanulni fotózni. Csak egyet kell, mindig egy ilyen csavar van benne, hogy két dolgot kell elkülöníteni, természetben fotózás és természetfotózás. Mert hogyha én befizetem azokra a lesekre, amit nem én csinálok, akkor nagyon gyorsan sikereket lehet elérni, de ezek általában nagyon gyorsan el is felejtik a természetfotózást. Vagy pedig van egy másik vetülete, hogy az ilyen leseknél van egy olyan probléma, hogy eredményorientált lesz, és esetleg később csal. Tehát csal a természetfotózásban. Most mondok valamit, volt itt egy srác, nem mondom meg a nevét, ő például elhullott állatokat perlon madzaggal kötött ki, és úgy ábrázolta, mintha élő lenne. Majd jött egy év természetfotós a pályázat, és komoly minisztériumban bevonulás volt a srácnak, mert kékvércse, stb. Majd később megint elkaptuk csaláson. Úgyhogy tehát amikor egy sikert elér az ember, akkortól kezdve, és már nem jönnek azok a sikerek, amiknek jönnie kéne az ő elmélete szerint, mert ugye ő már természetfotós, akkor elkezd csalni. És ez nagyon veszélyes.
Hogyan derült ki, hogy halott állatok voltak? Nagyon egyszerű. Hát először is hihetetlen volt a kép. Tehát következő helyzet, nagyon nehéz úgy ábrázolni állatokat, hogy a levegőben vannak. Például ugrálnak, ugranak, repülnek, stb. És akkor még dia időszak volt. Annyi volt az egész, hogy hátrébb hozták a diavetítőt, és a fekete, nagyon vékony zsinór meglátszódott a képen. És utána mondom, tehát be is hívták minisztériumban. Majd később a National Geographic-ba csalt a srác, amit nagyon sajnálok egyébként, mert egyébként meg jó fotós lenne. Jó fotós lett volna. Mit jelent számodra a fotózás? Hát könyvbe lábadna a szemem, hogyha el tudnám mondani. És ezzel mindent elmondtam. Van még valami távlati célod, ami nélkül, ha azt nem kattintod el, akkor nem élet az élet? De van két dolog, egy vidra, meg egy sas. Azt még szeretnék fotózni úgy, hogy természetes körülmények között. Mert hogy az a legnagyobb baj ezekkel a fajokkal, hogy rettentő jó a szaglásuk, rettentő jó a látásuk, és rettentő óvatosak. Hiszen évszázadokig vadázták. Na most a vidra az egy üldözött dolog volt, hiszen halpusztító, ma már védett, nyilván nem lehet bántani, de megmaradt ez az óvatosság. És a anyák a gyerekeiket úgy nevelik fel, hogy az ember az rossz, az ember az nem jó. Azt el akar pusztítani, és nyilván félnek. És a legérdekesebb dolog, hogy legutoljára úgy voltunk, hogy egy vidra, talán a kölykével, körbe-körbe ment rajtunk a lesen, és ő visított és prüszkölt, és nem tetszett neki, hogy ott vagyunk. Tehát már eljutottunk idáig, hogy már éjszaka, ez sajnos éjszaka volt, láttam ilyet. És az azért nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tehát egy igazi vad vidrát, 6 méterről ugyan sötétben, de látni, érezni a hangját, végigcsipogta az egészet. Ott körzött körülöttünk tulajdonképpen, hogy mi rossz helyen vagyunk. A sas pedig a legutolsó dolog, hogy megpróbáltam etetni a 60-i kincsem tónál, és sajnos nagyon átvert a sas, mert amikor én a tó egyik oldalán voltam, ő a másik oldalon ellopta az etetendő kitett csalit, úgyhogy még ezen dolgoznom kell nagyon, nagyon türelmesnek kell lennem, és nagyon óvatosnak. Meddig fogsz fotózni? Hát, ha én úgy gondolom, hogy már ezen sokat gondolkodtam, hogyha annyira idős leszek, akkor is mindig lesz egy ablak, amiben bele lehet etetni a madarat, és remélem az unokáim szeretni fognak annyira, hogy megetetik nekem a madarakat, és tudok fotózni. Hát ez jó dolog. Igen.